Házba rendezett díszünnepségen Kadar János a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára mondott beszédet. A felszabadulás óta eltelt évekről mondotta. Ez a 15 év a nehéz és áldozatokat követelő harcok, a küzdelmes munka ideje volt a párt, a munkásosztály, az egész nép számára. De mindenek előtt nagyszerű eredményeket hozó idő volt, amely alatt népünk a kapitalizmus és a háborús romok helyén virágzó országot teremtett meg. Elvtársa, a felszabadulás 15. évfordulóján a Magyar Népköztársaság minden állampolgára bizakodással nézhet a jövőbe. A még meglévő gyengéinket leküzdjük, a még meg nem oldott kérdéseket megoldjuk. A legfontosabb ma, a párt és a nép egysége szilárd, a párt politikáját népünk cselekvően támogatja. Ehhez kell hűnek maradnunk, és ha ehhez hűek maradunk, felépül a szocialista Magyarország. A felszabadító szovjet nép üdvözletét és jó kívánságait a Szovjetunió legfelső tanácsának hazánkba érkezett küldöttsége nevében Mazurov elvtárs tolmácsolta. Az ünnepi gyűlés lelkesen köszöntötte a magyar és a szovjet nép örök barátságának éltetését. Da zdravstvuit mir va vsem mire!